Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon a mai nap. Szóval TikTok videókat fogunk készíteni, de nem azt, amit eddig láttatok. Ilyen ételeket fogunk készíteni, amit TikTokon láttam. Lesz itt undorító, lesz nagyon guszta, amit már alig várok, hogy megcsináljunk és megegyek. Meg természetesen lesznek ilyen fura ételek is. Tessék! És természetesen anyuval már megillett egy jelenetünk, amit muszáj megmutatnom nektek, szóval tessék! Anya, van még magyaró krémünk. Abba még van, add ide. De hogy van, anya? Figyelj csak! Tessék! Köszi! Neki is állunk főzni. Nekem ez a videó nagyon tetszett. Nagyon komoly cucc ez, amit csinált a srác, nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető így. Mondom, megnézem a leírásból, hogy mi kell bele. Egy-ketten olyan hülyeségeket írtak, ami nincs is benne. Amúgy nem bírom elolvasni a saját írásomat. Kukoricaszirupot használ. Én kukoricaszirupot nem találtam sehol, szóval vettem ilyen kukorica keményítőt. Na, vágjunk is bele. Szóval azt írja, hogy hideg vizet kell. Mehet a menet. Itt a kukorica keményítő. Ú, de gyönyörű. Jön a második. Jó lesz! És még mielőtt felforraljuk, kell hozzá nagyon sok cukor, és víz, az ott van, szódabikarbóna, plusz még a habverő. Ja, terakom, jó. Ezek megvannak, és megnézzük, hogy összeáll-e. Utána még hűteni kell. Várj, ezt nézzétek meg. Lassan a kanalat nem tudom, hallod benne. Hallod, én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó lesz. Nagyon undi. Kész is vagyunk. Na most ki kell, hogy hűljön. Várjál, kivisszük, lehűteni. Aszta. Ide néz. Wow. Tök komoly. Kihűl, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Rend és tisztaság. Na nézzük meg, hogy jó-e már. Ennek még kell. Nem baj, a videó végén akkor ezzel fogjuk befejezni, hogy ténylegesen lesz-e belőle ilyen ruganyos cucc vagy sem. Addig nézzük a többit. Bevallom őszintén, én ezt vártam a legjobban, mert ez tuti, hogy nagyon finom lesz. Na nézzük! Fel is forralunk vizet. Majd jó lesz! Sajnos nekem nem volt olyan műanyag poharam, de úgy voltam vele, hogy úgyis eszek ilyen joghurtot, mondom, így legalább védem kicsit a környezetet, és mondom, nem is mentem tovább, hogy keressek, mondom, jó lesz ez. Amíg felforr a víz, szerintem együnk belőle. De jó, nagyon finom. Na, forr is a víz. Vedd bele a csoki! Ó, de meleg. Még tudunk bele. Még kicsit így körbe. Látjátok, milyen szép. Ezt berakjuk a fagyóba, megvárjuk, hogy kicsit lehűljön. Utána belerakjuk a fagyit, és lezárjuk a tetejét. 6.5 hours later. Na most már remélhetőleg megfagyott a csoki, szóval folytassuk. Tadám! Így nézem úgy ki. Ó, várjál! Jön kifele. Jó, jön, jön. Vastagabban csináljátok és tökéletes lesz. Ez nagyon jó kombó. 10-10. Nézzük a kövit. Elővettem a virslit, már csak be kell vagdosni. Ha az olaj kész, rárakjuk, és akkor megnézzük, hogy tényleg olyan szellemes lesz. Mutatom is.
Jaj, nagyon jó, nézd meg, kezd tényleg úgy éjjel jönni. 2 virsliből 8 kis szellem jön ki belőle. Ez lett a legjobb, nézd meg. Lesz egyszer kisgyerekem, tudja, hogy ilyen reggeliket fogok neki majd készíteni. Ez szerintem nagyon jó TikTok úgymond recept, hogy így csináld meg a jó kis virslit. Mindjárt csinálunk neki szemet meg szájat. Annyi, hogy én nem majonézzel, hanem ketchuppal, mert én a ketchupot jobban szeretem. Ezt nézzétek. Szerintem nagyon jó. Finom. Én ezt befalom, aztán jöhet a kövi. Be interesting. Soy sauce, salt. Kevés esélyt látok rá, hogy tényleg bacon íze legyen, de hát nagyon úgy fes. Habár nem tudom, hogy mennyire egészséges megenni így a banánhéját. Én azt mondom, ha bacon ízű lesz, ha nem lesz bacon ízű, semmiképp ne egyetek ilyet, mert szerintem nem arra való. Na nézzük, mert amúgy meg kíváncsi vagyok. Van szaga! Hát még nincs kész, de már most azt érzem, hogy ez nem lesz finom. Mutatom. Félek. Mit meg nem teszek, értetek? Ha eddig nem vagy feliratkozva, akkor iratkozz fel. Fúj, ez undorító. Fura a szaga is. Hát, fú. Azért nem bírom megenni. És az szerintem tök nagy kamu, hogy pont olyan íze van, mint egy békönnek, mert nem igaz. Jöjjön a kövi. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Kíváncsi vagyok rá, itt vannak a kis cukorkák, tej, jégkocka, ilyen tök jó színes jégkockáim vannak. Hú, de jó illata van amúgy. Jaj, csak el ne ég, várja, lejjebb veszem inkább. Így. Hát őszintén, ez nagyon nem guszta. Nézzük. Egészségünkre. Ez nem jó. Ez nem finom. Lehet más cukorral jobb lenne, de fúj nem. Nézzük a kövit. Nagyon jó. Kíváncsi leszek, hogy úgy mi eldel. Fölvágjuk, aztán a citrom jön. Meglocsoljuk. Ezzel is. Kész is vagyunk. Közbeleesett. Szóval közben kész is lett. Berakjuk a fagyasztóba. 2 hours later. Nagyon szépek amúgy. Jó, kemény. Hallod? Ebbe nem tudok belekötni. Az nagyon jó. Ez egy nagyon jó TikTok recept. Köszi TikTok. Nézzük a kövit. Jöhet a tésztás, paradicsomszószos, ilyen sajtos cucc. Leszűrtük a tésztát. Rácsavarom. Egy sikerült. Ényi. Rárakjuk a szószt. Ilyen lett. És akkor mehet be a sütőbe. 1, 2. Már csak várnunk kell. Amúgy jól néz ki, komolyan mondom, jól néz ki. Kiveszem, aztán kóstoljuk. Annyira nem is borzasztó. Hú, amúgy annyi mindent összeettünk ma már. Már nem annyira kívánom ezt. Na akkor kóstoljuk meg ezt a csodát.
Ez finom. Jó sajtos. Nézzük a kövét. Baby carrots. Lemon. Pepper. Salt. Crunchy snack I need. Én csak ilyen piti répákat kaptam a boltba, de nem baj, majd kicsit elvágom. Na, rakunk rá citromot. Jöhet a só. Összekeverem, és megkóstoljuk. Borzasztó. Ez nagyon rossz. De nem éltem ezt a csaj. Ez ízlik neki komolyan? Na, kifújtam magam. Jöjjön a fő attrakció, legalábbis számomra, mert hát nekem nagyon tetszett az a videó. Megyünk is ki. Új, de kíváncsi vagyok. Na, elég jól összeállt. Blatty. Itt van, kihűlt. És nagyon komoly állaga van. Ezt nézd. Wow! Én nem szedtem ki olyan jól, de itt az alján lehet látni. Én nem is raktam bele mindent, és már ilyen lett az állaga. Ez nagyon komoly. Ide nézz! Egy olyan formába kellett volna, mint ugye a videóban. Legalább az állag meg lett. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Délután pedig talizunk a live-ban! Puszi!